Sziasztok! Ez egy hirtelen felindulásból elkövetett videó, amit azért készítek most, mert arra gondoltam, hogy megosztom veletek a gondolataimat. Az volt a terv, hogy reggel kijövök az erdőbe, kicsit feltöltöm magamat. Nekem nagyon-nagyon sokat tud segíteni, amikor azt érzem, hogy nem úgy sikerül már sem a meditáció, se semmi, már vakarodzok, már nyüglődök, már semmi sem az igazi, akkor azonnal gyerünk ki az erdőbe, vagy a kertbe. És most 3 napig nem volt rá lehetőségem, különböző családi egyéb okok miatt. Nem volt lehetőségem arra, hogy konkrétan az erdőbe kijöjjek. És arra gondoltam, hogy na, most a hétfőt ezzel fogom kezdeni reggel. Na, de elkezdett esni az eső. Hát most ilyenkor mit csinálunk? Alkalmazkodunk a környezetünkhöz, ugye, ahogy mondtam is, hogy az egészséges ember, az egészséges szervezet, az képes alkalmazkodni a körülötte lévő dolgokhoz, úgyhogy én is alkalmazkodtam, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor megvárjuk, míg eláll az eső, és amikor kisüt a nap, akkor fogok kijönni. És hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy hétfő délután 3:12 van, és várnem, ez még délelőtt. Itt, hogy délelőtt 3:12 van, és én itt kint vagyok az erdőbe, és már nyugodtan sétálok a kutyával. Hát nem tudom, neked ez mit jelent, nekem igazából ez a szabadságot jelenti. Tehát az, amikor én azt csinálok, akkor csinálok, amikor én akarom, úgy, ahogyan akarok, azzal, akivel akarom, ahogyan nekem a legjobb. És a kiinduló pont az mindig az, hogy én hogy érzem abban az adott szituban magamat, emel az engem, vagy nem. Nyilván hát vannak helyzetek, amikor nem tudjuk megúszni, belekerülünk olyanba, ami kicsit nehezebb szituáció, de hát erre való az erdő, hogy ilyenkor kijövök, és jól feltöltöm magamat. Miért érdekes ez? Azért, mert azt szoktam mondani, hogy kerülj a középpontodba, mennyire fontos az, hogy egészek legyünk, egészségesek legyünk, és hogy jön ez most ide, miért érdekes ez? Én azt gondolom, hogy az az ember, aki fizikailag nincs a helyén, tehát olyan helyen vagy, ahova rühesz bemenni minden nap, hogyha romboló a párkapcsolatod, hogyha egyszerűen utálsz reggel kikelni az ágyból, akkor hogyan gondolod, hogy tudsz egészséges lenni? Hogy tudnál úgy egész lenni? Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mit csinálunk, mit dolgozunk, hogy megtaláltuk-e azt, hogy mi a mi feladatunk, és abba belehelyezkedünk, és tesszük a dolgunkat, azt gondolom, hogy az alapvető fontosság olyan szempontból, hogy egészségesek legyünk. Na persze, ez az esetek nagyon nagy százalékában fordítva történik. Először elindulunk az egészség felé, és amikor sikerül belehelyezkednünk az egyensúlyunkba, a középpontunkba, akkor nagyon könnyen megtaláljuk azt, hogy mi irányunk, mi az, amit tudunk tenni. És hát aztán gondolhatod, mondhatod azt, hogy jó, persze nekem meg könnyű, mert hogy én így online, meg mit tudom én, de hát figyelj, közgazdasági végzettségem van, bankban dolgoztam, és fogalmam nem volt akkor még, hogy hogyan lehet ebből egyáltalán valami olyat csinálni, hogy nekem ne kelljen minden áldott nap bejárni. De ezek a dolgok nem maguktól esnek az ölünkbe, hanem ezért nagyon sokat kell tenni, dolgozni, fejlődni, bátorságot, erőt gyűjteni. És azt gondolom, hogy amikor ez megvan, és figyelünk oda azokra a jelekre, amiket az élet hoz nekünk, amit a környezetünk tálcán kínál nekünk, csak az esetek nagy százalékában így kiverjük a tálcát a kezéből, és hagyjon engem mindenki békén, mert én sokkal jobban tudom, hogy mi a tuti nekem. Na, szóval, hogy egyébként jönnek a tanítások, nagyon-nagyon ezerre látom most a környezetembe, amik mind-mind arra inspirálnak téged, hogy kezdjél el igazán élni. Ha most nem vagy nagyon a helyeden, akkor ez a folyamat lehet bonyolult, nehéz, és akár hosszú is, meg hát jellemzően a fejlődési folyamatok azért nem arról szólnak, hogy pikpak megtörténnek, hogyha Isten igazából gyökeresen változást akar az ember, de megéri, gyerekek. Tehát igazából ezt akartam csak elmondani, hogy annyira megéri az összes minden, amin végigmentem egész életembe, az, hogy most itt lehetek, az, hogy azt csinálok, amit szeretek, hogy a munkám az nem munka, hanem a hobbim, és hogy így integet egy levél nekem, ide nézzetek. Ah, milyen jó. Hello.
És hogy én ebben jól érzem magamat, és nyilván egészséges vagyok, nem kínoznak mindenféle fizikai nyűgök, bajok, és könnyebben meglátom a tanításokat, egyre könnyebben meglátom a körülöttem lévő világban, a környezetemben a tanításokat, és tudom ezeket kezelni. De azt gondolom, hogy ez az életünknek a célja, hogy meg tudjuk fejteni ezeket a jeleket, hogy megértsük, hogy mi miért és hogyan van, és ne dühök, haragok között éljük az életünket. Úgyhogy hát üdvözöllek benneteket innen a napsütéses erdőből, hétfőn, hát most már lehet, hogy dél is van. Sziasztok!